Teszünk egy kis kitekintést hírhozónk végén, ugyanis rendhagyó kiállítás, illetve egy adománygyűjtőpont nyílt Debrecenben a Kölcsei Központban. A kulturális intézmény főbejáratánál elhelyezett szeretett dobozokat december végéig lehet megtölteni tartós élelmiszerrel, édességekkel, vagy akár tisztálkodási és tisztítószerekkel is. Egy doboznyi szeretet és összefogás Debrecenért. Add tovább elnevezésű adománygyűjtő pontot adtak át december 3-án a Kölcsei Központ főbejáratánál. Ebből az alkalomból Puskás István Debrecen alpolgármestere elmondta, minden olyan összefogás, amelynek eredményeként bajba jutott vagy nehéz sorsban élő családokon vagy idős embereken segíthetünk, példaértékű. Idén az advent és a karácsony megünneplése a koronavírus árnyékában jóval csendesebb körülmények és a szűkebb keretek között lehetséges. Ezért most különösen fontos, hogy odafigyeljünk azokra, akik segítségre, támogatásra szorulnak. Debrecen, mint gondoskodó város, ezért a debreceni karitatív testület koordinálásában a történelmi egyházakkal összefogva szervezte meg az idei adománygyűjtést. Így a Kölcsei Központ főbejáratánál elhelyezett szeretett dobozokat megtölthetjük tartós élelmiszerrel, édességgel vagy akár tisztálkodási és tisztítószerekkel is, emelte ki. Rózsahegyinén Juhász Éva, a debreceni karitatív testület elnöke elmondta, az adománygyűjtést folytatják az akcióval, amelynek már sok éve az Add tovább házikó volt a helyszíne a város főterén. Idén a veszélyhelyzet miatt más megoldást kellett keresni, és nagyon örültek annak a lehetőségnek, amit a Főnix rendezvényszervezés felajánlott. Tavaly összesen 3500 családnak tudtak segíteni a beérkezett felajánlásokkal. A gyűjtés december 23-áig lehetséges. Bódor Edit, a Főnix rendezvényszervező közhasznú non-profit elnöke megköszönte minden közreműködőnek, önkéntesnek és munkatársnak, hogy ebben a rendkívüli helyzetben is segítettek, és munkájukkal köszönhetően ismét sikerül kifejezni az advent legfőbb üzenetét, a szeretetet és az összefogást. Az arra sétálók tekintett elő december 3-ától a Kölcsei Központ Hunyadi utca felüli kirakatában egy békés, csodákkal teli téli táj tárul fel. A hófötte zöldelő fenyőfákkal tűzdel tájon, a csendesen megbújó erdei házikójában, ha figyelmesek vagyunk, akár a Mikulást is megpillanthatjuk. A mesebirodalom, amelynek még egy jegesmedve család életét is megleshetjük, nem jöhetett volna létre jókedvű adakozók felajánlása nélkül.